Második alkalommal adott otthont Rimaszombat a Kárpát-medencei református tanévnyitónak. A Magyar Református Egyház 2010 óta minden évben megszervezi a közös ünnepi tanévnyitót, melyen a részegyházak oktatási intézményeinek küldöttségei képviseltetik magukat. Az ünnepi tanévnyitóra Szlovákiában utoljára 2011-ben került sor. Isten tisztelet a Rimaszombati Református templomban 34 oktatási intézmény küldötteinek részvételével. A megjelentek a Kárpát-medence különböző területeiről érkeztek az ünnepi alkalomra. A ránk bízott drága kincs, főleg egy oktatási intézménnyel kapcsolatosan nem más, mint a gyermek. Géresi Róbert püspök ige hirdetésében utalt a keresztény közösségek, intézmények, gyülekezetek kiemelt felelősségére, kérve őket, hogy őrizzék meg a rájuk bízott drága kincset, a szeretteik életét. Egy élő szövet alakult ki az elmúlt évtizedekben a Kárpát-medencében a református oktatási intézményeknek a mentén, és ez a mai alkalom is ezt erősítette és ezt kívánta folytatni. Legyünk annak is tudatában, hogy honnan jön az igazi tudás, és hogyan használhatjuk fel mások intézményeket. Magyarország kormánya stratégiai partnerként tekint a történelmi egyházakra és az általuk működtetett intézményekre, hangsúlyozta Fűries Zoltán. Az egyházak alkotta közösségek, az egyházi jelenlét, ez azért fontos, mert megtapasztaltuk, hogy a kisebbségi létben a nemzeti öntudat megőrzésében is egy nagyon fontos támaszt ad az a tevékenység, amit az egyházak látnak el a helyi közösségek életében. Magyarország kormányának köszönhetően a Szlovákiai Református Keresztény Egyház 24 oktatási intézménnyel gyarapodott, a Kárpát-medencei bölcsőde és óvoda program részeként. Ez már a Rimaszombati Református Oktatási Központ, amely az óvodáskortól az érettségig biztosít színvonalas oktatást a magyar diákok számára. Egy olyan értékrendet képvisel, amelyik több százados értékekre, hagyományokra épül. A reformáció által ránk hagyott értékeket szeretnénk továbbadni a diákjainknak. Tetszett az egész épületnek a hangulata, hogy a tanárok ugyanúgy, ahogy ők tisztelnek minket, mi is ugyanúgy gyerekek tiszteljük a tanárokat. Álomváinak minden anyára, csak úgy, magától, friss gyümölcsnek. Ez a magától, ez. Az országban csaknem 86,500 református él, és tavaly több mint 4700 gyermek járt hittanórára a Szlovákiai Református Keresztény Egyházban. Az az életerő, ami a Református Egyházban itt Felvidéken megmutatkozott, az hitem szerint elsősorban és szinte kizárólag az Úristentől adatott meg. A hit és az élni akarás volt az, ami megtartott 100 esztendőn keresztül.